A legtöbben ma már heti rendszerességgel vásárolnak különféle termékeket az interneten, nem véletlenül, hiszen néhány kattintás után elintézhető, hogy a megtetszett áru egy-két napon belül a házhoz érkezzen. Az elmúlt években különös mértékben felfutott rendre ugyanakkor az online térben létező csalók is ugranak. Ráadásul egyre nagyobb mértékben évről évre drasztikusan nő az internetes visszaélések száma, mondta el Kovács Attila, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Az online térben mozog most már mindenki. Ennek nyilván a covid is volt köszönhető, hogy most akik korábban nem internetesek, most már mindenki internetezik, sok ügyintézés történik az internetes felületen. Ennek eredménye az, hogy az ilyen típusú bűncselekmények az egy abszolút emelkedő tendenciát mutat a Vármegyénkben és az egész országban is. Az adathalászok megpróbálják meggyőzni az áldozatot, hogy osszon meg személyes vagy pénzügyi információkat velük. Ez lehet bankszámla szám, hitelkártya vagy akár különféle bejelentkezési adatok. Kovács Attila hangsúlyozta, semmilyen esetben ne adjunk meg ilyen jellegű információkat online vásárlás esetén. Például valaki vásárolni szeretne valamit mondjuk online piac téren, mondjuk egy mobiltelefont, egy magánszemétől az ország másik részéről, akkor ha mondjuk olyasmiket kér, hogy adja meg a bankkártya számát, vagy főszám számát, adjon meg jelszavakat, vagy utalja előre a pénzt, akkor kezdjünk el gyanakodni, és akkor kapcsolatot bontjuk meg. Nyilván mobiltelefon vásárlásnál, ha beszélünk, akkor azt is kell említeni, hogy ha mondjuk valami 200 ezer forint egyébként józan paraszt észre, és mondjuk 50 ezer valaki, akkor megint csak gondolkodjunk el azon, hogy van-e értelme vagy sem, de alapvetően arról van szó, hogy kellő körültekintéssel, óvatossággal, ha ilyen személyes adatokat nem adunk meg, meg ilyen bankátja, egy banki adatokat nem adunk meg, akkor könnyen el lehetne kerülni ezeket a típusú bűncselekményeket. Kovács Attila hozzátette, gyakran fordulnak elő olyan típusú bűncselekmények is, amikor a csalók egy közüzemi szolgáltató nevében küldenek számlát vagy telefonálnak, hogy az adott háztartásban tartozás halmozódott fel. Az osztályvezető hangsúlyozta, minden esetőségre kérdezzünk rá ilyenkor, sőt tegyük egyértelművé, hogy az adott ügyet személyesen szeretnénk kezelni, ezzel is könnyen leleplezhetővé válnak a lehetséges csalók.